Lefutották a hármas metrót, igaz, hogy ez csak a baleset óta érvényben lévő sebességkorlátozásnak volt köszönhető, de akkor is szép teljesítmény. Vendégünk Adamczyk János, a Gerilla Akció szervezője, és Balázsi Dávid futó. Jó reggelt kívánok, és gratulálok a teljesítményhez. Köszönöm. Honnan jött az ötlet? Hát az egyik barátom ott utazott a metrón, a kettes metró volt egyébként, és kinézett az ablakon, és mondta, hát ezt akár le is lehetne futni. És innen jött az ötlet, hogy akkor van a barátunk, ugye, a Dávid, és megpróbáljuk ezt a... Ez egy teljesen magyar ötlet, ami csak itt, csak most vált lehetővé, mert hogy ugye lassabban megy egy átmeneti időben a metró, vagy vannak nemzetközi példák is metrófutásokra? Ezt már külföldön is megcsinálták párszor, viszont ők úgy csinálták meg, hogy ahogyan a metrópálya kanyarodik, egy rövidített útvonalon futottak az egyik megállótól a másikig, úgyhogy ez aztán mi vagyunk a világon az elsők, akik ugyanazon a távon csinálták meg ugyanezt, viszont ugye nekünk le volt lassulva a metró, mert hogyha normál sebessége ment volna, akkor a világsúcs is kevés lenne ide. Ez mit jelent időben és távban? Ez a normál távolság az 1,28 kilométer. Ez mennyi? 4 perc? 4-10 alatt lett ez, hogyha ezrekre számoljuk, akkor olyan 3-20 körül ezer. Mutatunk közben erről egy videót is itt a háttérben, mert hogy ez is készült az akcióról, igen, és látható, igen, is az interneten. Mi volt a céljuk? Hát egyrészt nekünk az alapítványnak is célja az, hogy a mozgást, a futást, meg mindenféle mozgást népszerűsítsünk. Másrészt ez egy jó hetnek bizonyult. Azt látom, hogy elég hideg volt. Mínusz 6 fok. Nagyon-nagyon hideg volt. Ez mínusz 6 fokban történt, igen, ez a fú, és ezzel együtt jó hetsz volt? Igen, így van, jó móka. Meg fogja megismételni? Szombaton meg fogjuk ismételni, egy flash mobot szervezünk, amivel célunk azt népszerűsíteni, hogy az emberek, hogyha tehetik, akkor biciklivel, gyalog, vagy akár futva közlekedjenek. Látszik itt a felvétel is egyébként, hogy a fejére is volt egy kamera erősítve, és ugye annak a képeit láthatók itt gondolom egy darabig a kis dobozban is. Tehát a szombati akciót azt úgy képzelték el, hogy akkor meglehetősen sokan egyszerre lefutják ugyanezt a távot, ugyanitt, ahol volt. Igen, igen. Hány emberre számítanak, mert hogy meleg most se lesz? Igen, azóta szombatra terveztek egyébként több futóversenyt is, és mindegyiket lemondták. Önök kitartanak. Mi kitartunk, de előre szólunk, tehát hogy mínusz 20 körüli állapotok vannak. A pályát, amikor lefutottuk tegnap, én görkorcsolyával mentem, akkor szinte használhatatlan. Hát görkorcsolyával gondolom, ezt nem is szabad megkísérni, mínusz 20 fokban most szombaton. Tehát, igen. Tehát meg a pálya miatt, tehát csupa jég. Akkor miért nem halasztana? Ezt az akciót nem konkrétan egy napra terveztük, hanem nyitottá hagytuk, hogy bárki fogja magát, oda megy, lefutja. Na de mégis neki fognak rugaszkodni szombaton is. És attól félünk. Mire számít? Hóra, fagyjára, égre? Amikor ezt kitaláltuk, meg az időpontot kitűztük a mostani szombatra, nem gondoltuk, hogy ennyire hideg lesz. Utána jósolták ezt a mínusz 20 fokot. Viszont nagyon húzni, halasztani sem akartuk, mert nem tudni, hogy a BKV mikor fogja visszagyorsítani 40-50 km/h a metrót, úgyhogy... És akkor meg már nem lehet megcsinálni. Így van. Aha, és akkor innen szép nyerni a mínusz 20 fokban is. Felelősséget nem kell ilyenkor jogi értelemmel latolgatni, de ennek utána néztek, hogy mi van akkor, hogyha valaki most felbátorodik az önök felhívásán, oda megy a flashmogra, aztán elcsúszik a jégén és összetöri magát. Szerintem ezt mindenki maga bevállalja. Tehát ez nem egy szervezett rendezvény, ez csak oda kimegyünk, és ha aki jól érti magát, az jön, aki nem, az nem, tehát ez önálló döntés. Hát gondolom videó lesz róla ismét, úgyhogy fogjuk látni, hogy mi történt. Hogy készülnek ezek a videók egyébként? Elég profi munkának tűnik. Hát a fiam készíti ezeket a videókat, az ő csatornáján is van fent. Hát több filmet is készített. Ez mármint, hogy egy internetes YouTube csatorna, igen, ezt gondolom. Igen, igen. Van ennek az akciónak egy jótékonysági eleme is, gondolom azért ez is fontos szerepet játszik az egész kezdeményezésben. Igen, mert szoktunk futóversenyeket rendezni, és ennek kapcsán az Alföldi utcai befogadótont nevezzük meg mindig célközönségnek. Ott volt olyan esemény, ahol ott készítettük a gyerekekkel együtt a befutóérmet, és ha valamit gyűjtünk, akkor számukra felajánljuk.
Tehát most is teljesen önkéntesen, ha valaki gondolja, akkor kitettük oda a számlaszámot, és amennyi összeget gondol, átutalja. Mi azt teljes egészében ott kiválasztott, az ő által kiválasztott játékra fogjuk fordítani. Tehát kifejezetten mozgással kapcsolatos játékokra? Igen, mi nem csak a futást, hanem minden, ami gurul, azzal kapcsolatos dolgokat szeretünk, tehát kerékpár, görkorcsa, pedálos gokardokat szoktunk vinni rendezvényekre. Tehát akiket inspirál ez az akció, akár azért, mert ők is indulnak a szombati versenyben, nem verseny gondolom. Nem. Akkor futáson, akár egyszerűen csak azért, hogy most hallották, azok hozzájárulhatnak arra, hogy ahhoz, hogy biciklije legyen a gyerekeknek. Dávid viszont komoly futóversenyeken is szokott indulni és nyerni. Most mire készül? Most a fedett pályaszezonra készülök. Igen, hát tavaly a Kántán tudtam nyerni, meg az EU-s futáson, amit itt Budapesten rendeztek. És nemzetközi megmérettetés van tervben? Ausztriában szoktam néha rajtozálni, de nekünk magyar, tehát inkább úgy mondom, hogy fehér hosszú távfutóknak eléggé kevés papírterem a nemzetközi porondon sajnos. Az afrikai futók elég jók. Magyarországon elég sok futóversenyt rendeznek, és egyébként ez a társadalomnak nem is mindig tetszik, mert ilyenkor lezárják a félváros, dugók alakulnak ki. A futók szempontjából miért jobb városi környezetben futni, mint a természet lágyölén? Mind a kettőt szeretem. A városi futóversenyeket talán azért szeretik jobban az emberek, mert közelebb vannak a lakóhelyükhöz is, és olyan helyeken futhatnak, ahol máskor autóval mennek, meg BKV-val, és az ismerős terepen való futás az jobb érzés nekik, gondolom. A szombati eseménnyel kapcsolatban számítanak akár akkor a részvételre, hogy ez már bejelentés köteles? Hát igazából reméljük nem lesznek annyi, hogy fennakadást okozzunk, de ezt meg lehet oldani, hogy nem egyszerre indulna. Tehát reméljük nem áll a kettes metró, és akkor ugye... Már akkor nagyon könnyű lenne lefutni. Akkor igen, de így sincs, tehát be kell valljuk, hogy nincs nagyon esély. Tehát ezen a pályán pillanatnyilag nagyon nehéz futni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltak, figyelni fogunk, és remélem, hogy senki nem töri össze magát.